Ennek az autónak a sofőrje nem úszta meg büntetés nélkül, fennakadt a közterület felügyelők akcióján kedden délelőtt. Vétsége az volt, hogy jogtalanul hajtott be Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központ és a Korzó közötti területre. Márpedig, ahogyan azt a tábla is jelzi, itt csak olyan jármű közlekedhet, amely árupakolás céljából érkezik az üzletházhoz és környékéhez. Ehhez a Városüzemeltető Társaság külön engedélye szükséges. Ide csak az hajthat be, aki majd itt árut fog pakolni ezen a környéken. A másik pedig ugye van a kartozófogalmú belváros, ahova szintén csak egy bajtás engedélye lehet kiadni, azért más típusú engedély. Az első azok kaphatnak engedélyt, akik bent laknak azon a területen, tehát Rózsai utca és ezen a környéken. Üzletük van bent, vagy éppen garázsuk van. Hát még valamilyen boltba áruszállítást fognak végezni, de akkor csak este 10 és 9 közt hajthatnak be. Egyébként mindenki másnak tilos arra a területre behajtani. Ez pontosan nem egészen igaz, hiszen akinek mozgáskorlátozott igazolványa van, ő szintén behajthat erre a területre, és akkor egy órán keresztül várakozhat bent, hogyha ki van téve a kártyája, és kihelyez egy parkometert, egy órát, hogy mikor állt meg, és attól kezdve van neki egy óra lehetősége. Többek között ezeket ellenőrzik fokozottan kedd reggeltől egészen csütörtök estig a közterület felügyelők és a rendőrök. A háromnapos akció célja, hogy kiszűrjék a Kossuth térre, Dózsa György és Rákóczi utcára, valamint a Nagy Imre térre jogtalanul behajtókat, illetve azokat, akik a belvárosban szabálytalanul parkolnak. A közterület felügyelet már az első nap reggelén rengeteg autóst fordított vissza a korlátozott forgalmi területek bejáratánál, akik azonban később érkeztek, nem úszták meg borsos büntetés nélkül. A mai nap folyamán, hogy azzal kezdtük a napunkat, hogy próbáltuk megakadályozni azt, hogy akinek nincs engedélye, az behajtson ezekre a területekre. Azt tudtuk, hogy nagyon sokan bejárnak ide, de ennyien azt azért mi sem gondoltuk, hiszen itt nagyon sok jármű akart behajtani mindenféle engedély nélkül, akiket most mindenféle szankció nélkül egyszerűen visszafordítottunk és kiküldtük a területről. De hát ugye egész nap nem állhatunk itt mindenbe, úgyhogy most amit kell még egyébként csináljuk, hogy a környéken lesz majd parkolókocsikkal intézkedünk, aztán vissza fogunk térni alkalmanként a területekre, és aki behajtott területekre, akkor azokat szemben eljárást fogunk kezdeményezni, vagy a helyszínen fogunk vele szemben eljárni. Egy behajtani tilos táblának a megszegése, az ugye 30 000 forintos közigazgatási bírságot von maga után. Ha a helyszínen van a felügyelő is intézkedik vele szemben, akkor mi plusz kiszabál a népbüntető pontot is, azért ami azt gondolom azért egy elég kemény tétel. Mert mind a két helyre vonatkozik, mind a belvárosra, mind ide a Korzó és a Műsz központ közterületre. Bodrogi László hozzátette, a belvárosban szabálytalanul parkoló sofőröknek is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha a felügyelők tetten érik őket. 10 000 forinttól egészen 50 000 forintig terjedhet a bírság ilyen esetben.